a Balaton évtizedek óta az egyik legnépszerűbb turisztikai célpont. A magyar tenger partján párok, családok és baráti társaságok is megtalálják a számításukat. Bár a járvány miatt 2020-ban visszaesést tapasztaltak a szállásadók, 2021-ben több rekord is megdőlt. Keszthely is népszerű az utazók körében. A városban már egy 4 csillagos szálloda is működik. A már meglévő törzs vendégeink nagyon pozitívan értékelik, és én úgy gondolom, hogy egy minőségi turizmushoz, minőségi szolgáltatásra van szükség, hiszen a vendégek most már egyre jobban a minőséget keresik. Tehát lehet, így dobálózik az ember a minőség szóval, de mint árban, mint értékben a saját pénztárcájuknak megfelelő szolgáltatást keresik. És egy fantasztikus helyen élünk. A KSH felmérése szerint 11,3%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2021-ben. A hotelek, panziók, apartmanok árbevétele 21,4%-kal emelkedett. Az egyik szálláskereső portál statisztikája szerint, amellett, hogy a Balaton az egyik legnépszerűbb, a legdrágább turisztikai célpont is. A települések idegenforgalmi szakemberei azt tapasztalják, bár 2020-hoz képest jóval több külföldi turista volt, az elő- és utószezonból még mindig hiányoznak a más országból érkező vendégek. A belföldi turizmus az, ami húzza az ágazatot. Ugyanazt éreztük a 2021-es évben, főleg az előszezonban, hogy még ott érezhető volt a bizonytalanság, de júniusban már 66%-kal nőtt a belföldi turizmus a 2020-as évhez képest. Keszthely vonatkozásában érdemes elmondani, hogy ugyan itt is a belföldi turizmus, ami egyértelműen húzóerő, de itt a Balaton többi településéhez képest érezhetően nagyobb a külföldiek aránya. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója úgy fogalmazott, 34-37 millió vendégészakával számolnak az idén. Az előfoglalási számok bíztatóak, és a határokon túlról is egyre több az érdeklődő. Keszthely a Balaton mellett kulturális és épített örökségével is csábít. Sokan keresik fel a várost egy-egy program kedvéért is. A következő 2 évben a szálláshelyek köre is bővül. A városban a közelmúltban 2 szálloda építés is elkezdődött. A korábbi Via Hotel helyén egy 11.000 négyzetméteres, 128 szobás, 4 csillagos komplexumot létesítenek. A Sirius a tervek szerint 2023. júniusától fogad vendégeket. Teljes körűen megújul a Helikon Hotel. A munkálatok 10 szinten, több mint 12.000 négyzetméteren zajlanak. A szállodában 176 szobát alakítanak ki. Júniusban már vendégeket szeretnének fogadni. A Keszthelyi Televízió híradóját Regman Karola tudósította.